elkezdte nyári felkészülését női kézilabda csapatunk. A tavalyi év második helyen végzett csapata már a fordulók vége előtt a feljutásnak örülhetett. A klub a nyár folyamán az NB1-es mezőny új kihívásainak, magasabb szintű elvárásoknak megfelelően erősítette a csapatot. Tehát harmadszorra futunk neki itt az elmúlt 7 évben az NB1-B osztálynak. Ugye ez egy kisvárosnak mindig egy nagy kihívás, és amúgy nagyvárosoknak is nagy kihívás, de nekünk még jobban. Igen, egy olyan minőségi keretet kell ide ebbe az osztályba már igazolni, akik ugye bent tudják tartani a klubunkat ebbe az osztályba. Ez nem egyszerű, nagyon nagy a verseny a csapatok között, és úgymond egyre kevesebb a minőség és jó játékos, és értük elég nagy a csata minden téren, a csapatok között is, és feltételrendszerben olyanokat kell adni, illetve szakmailag is olyan edzőt kell idehozni, aki mellé eljönnek a játékosok, vagy ide igazolnak. Úgy érzem, hála Istennek, hogy most ez jól sikerült. Az elnök által említett tárgyi feltételek országos viszonylatban is megállják a helyüket, kiváló teret adnak a sokirányú felkészülésnek. A klub vezetése mindemellé egy kiváló szakember irányítására bízta az együttest. Mátó Matijevics komoly célokkal érkezett Csurgóra, és ez az ambíció megegyezik a vezetőség terveivel. Ez a kettő együtt talán az adja az igazi erejét az igazi feltételrendszernek, mert valahol nagyon szép a körülmények, de nincs szakma, valahol meg szakma van, de sajnos az öltözőkben nem alig lehet bemenni, meg nem lehet zuhanyozni, és hála Isten, Csurgó most mind a kettőben erős, és még játékosokban is most úgy gondolom, hogy talán az egyik legerősebb csapat az elmúlt 20 évben. Ezt sikerült igazolnunk, úgyhogy minden tekintetben bizalommal tekinthetünk a szezon elé. A játékosok tekintetében már 5 tavaly is a csapatban játszó kézilabdázó meghosszabbította a szerződését, de sikerült több korábban magasabb osztályban játszó játékossal is megegyezni. Külön sikerként könyveli el az egyesület, hogy csurgói kötődésű kézilabdásokat is sikerült hazacsábítani. Hanusz Bogitnak nagyon örülünk, hogy hazatért, de ugye Geto Andrea is, ha úgy vesszük, ő is csurgói, és ezek külön öröm számunkra, amikor elmegy, tapasztalatokat gyűjt, rutin szerez, és itt fogja kamatoztatni nálunk. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy minden volt csurgói jól fogja itthon magát érezni újra. A kitűzött célok a megerősödött játékos kerettel merészebb álmok felé is vezethetik a csapatot. Hát a cél az igen, az körülbelül most kerül majd megfogalmazásra. Most lesz egy csapat meetingünk, ahol ezek kimondásra kerülnek. Ugye természetesen mi lehetne más, mint bemaradni az osztályba, de azt gondolom, hogy így a keretet elnézve és az edző személyét nézve lehet egy kicsit merészebb cél is talán. Mi nagyon-nagyon örülnénk, hogyha egy középmezőnyt, tehát egy harmadik, hatodik helyre oda tudnánk érni. Az előző évek nehézségeiből tanulva komoly elvárásai lesznek a játékosokkal szemben a klub vezetőségének. Én annak örülnék nagyon, hogyha a profi körülményekről szó esett, meg akár profi fizetésekről is beszélhetünk, hogy profi hozzáállást szeretnénk elvárni. Tehát itt most már nem férnek bele sok olyan dolog, ami tavaly belefért, vagy tavaly előtt. Mindenkinek fel kell nőni a feladathoz, mert most már tényleg már nincs tovább, mondhatjuk így is. És akár az edzőszemélyt nézzük, akár a csapatban lesznek olyan rutinos játékosok, akik ezt megkönnyítik nekik, hogy felnőjenek. És nagyon örülünk, hogy fiatal a csapat, de fejbe valahogy fel kell nőni itt a dolgokhoz, mert csak úgy lesz siker. Mint az ismeretes, a kézilabdát kedvelők körében az együttes új vezetőedzője korábban a horvát női junior válogatott és a horvát felnőtt női válogatott másodedzőjeként, valamint a Cveda Zvenigorod női kézilabda a bajnokok ligájában is szereplő együttesének másodedzőjeként is tevékenykedett. A horvát Podravka Koprovinca együttesével vezetőedzőként megnyerte a horvát nemzeti bajnokságot, illetve a horvát kupát is elhódította, csúcsra ért hazájában. Elmondása szerint kihívásnak érzi a csurgói munkát. Igen, nekem, mint edzőnek nagyon nagy boldogság és nagy öröm az, amikor valaki megkeres és felkér, hogy jöjjek el a csapathoz. Tehát igen, ez nagyon jó érzéssel töltött el.
A mester 2014-ben kapott először lehetőséget Magyarországon. A győri Audio Eto KC utánpótlás szakmai igazgatói tisztjét töltötte be, s neki köszönhetően a győri klub által szervezett országos utánpótlás kézilabda válogatókon számos magyar kézilabda tehetség került felfedezésre. Dolgozott a Kozár Michelin csapatánál is, majd 2016-18 között a Rinyamenti KC NB1B-s női kézilabda klubjánál volt vezetőedző. Látva a csurgói lehetőségeket, elismerően nyilatkozott. Első látásra nagyon imponált ez a csarnok, és minden edzőnek nagy öröme az, hogy olyan körülmények között tud dolgozni, ami színvonalas és a munkáját segíti. Ez egy ilyen hely. Mivel az edző a tavalyi évadban is figyelemmel kísérte a csapatot, javaslataival segítette a klub vezetőségének munkáját a játékosok kiválasztásának tekintetében. Igen, az elnök úrral beszéltünk már a csapat összetételéről, hiszen nyomon követtem a játékosokat a korábbi játékaik során. Tettünk javaslatokat, ajánlatokat. Ezt papírra fektettük. De egészen más az, amit mi a papírra leírtunk, és más az, amit majd meg tudunk valósítani. Tehát beszéltünk róla. A munkában hisz, mondta el a lányoknak is az első edzés előtti megbeszélésen. Tervei szerint komoly felkészülés előtt állnak a lányok. Mivel nagyon sokan vagyunk újak, többek között én is, idő kell ahhoz, hogy összecsiszolódjunk és egy jó csapatot hozzunk létre. Nagyon sokat fogunk dolgozni, nagyon sok, legalább 10-12 barátságos mérkőzést terveztünk. Ahhoz, hogy ebből a csapatból egy nagyon jó csapat legyen, azon fog múlani, hogy milyen gyakran tudunk együtt lenni. Szakmai berkekben Mátó Matijevics szigorú és következetes edző hírében áll, komoly elvárásai lesznek a lányokkal szemben. Én csak egyet tudok, hogy munkanélkül nincs eredmény. Ha a sportoló lányok azt szeretnék, hogy eredményeket érjünk el, és fejlődjünk, előrelépjünk, akkor dolgozni kell. Eredmény csak akkor lesz, ha keményen dolgozunk. Ennek érdekében a felkészülési program szerinti összesen 75 edzés, 6-8 regenerációs szauna és gyógyfürdős alkalom, és a színvonalas csapatok elleni magas edzőmérkőzésszám elegendő lehet a játékos keret csapattá formálására, hogy a szeptember 15-i Vasas elleni bajnoki rajtot felkészült.